És tulajdonképpen egy fotoművésszel, egy hegedűművésszel, egy performerrel, egy összművésszel, kivel beszélget? Nem, hegedűs vagyok, jazz hegedűs, ez csak egy játék, futás közben szoktam nyomogatni a telefonomat, úgyhogy ez tényleg nem, semmiképpen nem vagyok fotoművész. Mitől válik valaki fotoművész? Ismerünk olyan zenészeket is, akik nem végeztek konzit se, és mégis professzionális művészek lettek. Igen, azt gondolom, hogy én ettől a fotóterén távol állok, mert fényképezőgépem sincs, tehát ahhoz, hogy fotoművésznek valljam magam, ahhoz azt gondolom, hogy az egész fotózás, mint tudományágat és technikát ismernem kéne, ez nálam hiányzik, tehát a hegedülésnél többé-kevésbé megvan, de itt nem, úgyhogy ezt semmiképp nem mondanám. Van címe ennek a kiállításnak? Tehát a lemezzel milyen kapcsolatban áll ez a tárla? Igen, Deep Diving a kiállítás címe is, ugyancsak a lemezé is, tehát mivel most lesz a bemutató, és azt gondolom, hogy mivel közös többől fakad a kettő, emiatt lett a kiállításnak is ez a címe, azonos címe. Utas közben készült fotók ihlették a zenét, vagy a zene hatására készültek a fotók? Tehát egyáltalán külön lehet ezt választani? Nem lehet szerintem igazán külön választani. Nyilván a saját szemüvegemen nézem a világot általában, akár futás közben, akár hogyha zenélek. Van egyféle belső iránytű, ami mutat egy irányba, és azt gondolom, hogy tudattalanul, nem tudatosan, néha tudatosan talán azonos irányba vezetnek ezeken a különféle utakon. Hogy viszonyultok ahhoz a kifejezéshez, hogy művészházas pár? Tehát van egyáltalán ennek bármiféle jelentősége így együtt? Én nem viszonyok ez így különösebben, nem szoktam ezen töprengeni. Tehát mondhatjuk, hogy egy alternatív életforma, de nyilván számunkra ez a természetes, most már együtt vagyunk 11 éve, ugye? Valahogy úgy. És így kialakult nagyjából az a rendszer, amiben így élünk, vagy az a rend, az nyilván kicsit eltérő talán az átlaghoz képest, de szerintem így jó. Szerintem az nagyon jó, legalábbis nekem, hogy a közös szerelmünk van, a zene, és nekem nagyon jó az, hogy ebben közösen tudunk együttműködni, szóval szerintem ez jó. Tudtok civilek is lenni néha? Tehát úgy értve, hogy otthon általában az emberek megbeszélik, hogy mi volt a munkahelyen, mivel foglalkoztál, milyen élmények értek, mivel jutottál előre. Nektek a munkahelyetek, az a magánéletetek, az egész életetek, a zene körül forog. Tehát mennyire lehet ezt külön választani, vagy mennyire hat serkentőleg éppen, mondjuk éjszaka kettőkor felébred a Luca, és egy ötletet eldúdol neked, és akkor abban másnap zene lesz. Hogy működtök így együtt, hogy egy kicsit a kulisszák mögé lássunk? Én szerintem nálunk a szakmaiság, az nincsen ilyen, nem úgy kell elképzelni, egy ilyen folyamatosan jelenlévő dolog, tehát abszolút tudunk, hogy milyen képen? Civil. Abszolút, szerintem civilként együtt létezni, és nyilván ezen belül van egy százalék, amikor szakmai ötletelés zajlik, szervezkedés zajlik, de azért ez nem egy ilyen permanens dolog. Igen, tehát, de igazából hogy nekem az az érzésem, hogy nincs is nagyon külön választva. Én valahogy így érzem. Ja, összefolyik. Nincs külön választva, hogy most szakmázunk, most pedig nem, hanem ez egy ilyen, én szerintem ez így egybefolyik általában, és hol melyik bevásárláskor a civil rész erősödik föl. Ez a lemez hogy született, hogy készült, mennyire közös szerzemény, mennyire a Lucáé, mekkora részed van benne? Szerintem ez a lemez talán a korábbiakhoz képest jobban a Lucáé. Több olyan szerzemény is van rajta, amit kb. A-tól Z-ig ő írt meg, és az úgy működött is, és aztán abban nem is nagyon variáltunk. Sok olyan volt, amit ő írt meg, de azért sokat gyurmáztuk közösen, hogy ez kialakuljon, és voltak rajta közösek is. De alapvetően
ez a legszabadabb lemez, amit eddig csináltunk. Ugye nagyon fontos és nagyon meghatározó szerintem a lemezben, hogy egy dobos csere következett be a második után, és hogy Szegő Dáviddal vettük föl ezeket a számokat, aki szerintem fantasztikusan bele tudott kapcsolódni ebbe az egész folyamatba. Ennél magasabbra lehet még ugrani? Nyilván mindig lehet. Az állapotok és a körülmények mindig változnak, mi is változunk, és az aktuális állapothoz vagy világ összetételhez képest kell megtalálni ezt a maximumot. Úgyhogy ez szerintem folyamatosan változik, igen. De igen, szavak nélkül megérteni egymást nagyon jó, a csönd is nagyon jó, és nagyon jó együtt lenni valakivel, akivel jó csöndben lenni.